A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 26. alkalommal hirdette meg azt a versenyét, ahol előkerül a székely ízes beszéd. A Sebestyén Ádám Országos Bukovinai Székely Mesemondó versenyt Fábián Ágostonné emlékére rendezték meg. A mesemondó verseny, amelyet összekötöttünk egy rajzpályázattal is, Lőrincze Telnek a gondolata végül is erősített, illetve indította, ami kapcsolódik ahhoz a vonalhoz, ugye, amit a mesemondónál is körülbelül meghatároztunk. Tehát Márika néni volt ugye Kakasdi Dada végül is, de mesélő, aki nagyon sok mesét tudott, 30-ben született, 1930-ban, tehát még Bukovinában, és hát végül is ő nagyon sok olyan értéket hordozott magában, hála Istennek volt szerencsém ismerni, aki tényleg átadta, és így Sebestyén Ádám is tulajdonképpen nagyon sok mesét tőle jegyzetelt föl. Ő hozzá is gondolt, illetve az élettörténeteket is egyfajta mesefiguraként próbálta bemutatni. Úgyhogy, és hát tavaly volt ugye a halálának az évfordulója, és ezért gondoltuk azt, hogy tisztelgünk előtte, és úgymond így hirdettük meg, hogy az ő meséjéből készüljenek föl, hiszen én úgy gondolom, hogy a mese az mindenképpen a nyelvezetet hordozza, tehát azt a széke nyelvezetet, amit már sokszor temettek, illetve mostanában is, ugye, de én úgy gondolom, hogy nem szabad lemondanunk róla, hiszen olyan érték, amelyek a dalainkban is megtalálhatók, és annélkül nem is lehet hitelesen előadni. Úgyhogy mi is törekszünk arra, hogy mindenképpen amennyire lehet természetesen, hiszen itt azért már megszakadt egy jó pár korosztály, akik már úgymond nem használják ezt a nyelvezetet, de hála jó Istennek vannak azért olyan Sebestyén Gáspárok is, ugye, aki többek között ugye, ő is fölgyűjtötte, illetve hitelesen átadja azokat a nyelvi értékeinket, amelyeket végül is megtalált, illetve föllelhető, és hát itt remélem, hogy a táborok kapcsán sikerült is a gyerekekbe egy kicsit elmélyíteni. Azt mondja az asszony az urának, hallja elken, fogjon mi a szekerbe, s figyeljen el ingemet a szüleimhez, mert már rég nem láttam őket. Én jó szűvvel, mondta Jakab, csak békesség legyen a háznál. No, Bélyes fogták a két kicsi butaszarvú ökröcskét, felültek, s elindultak Galánfalvára az öregekhez. A mesemondó verseny korosztályonkénti bontásban zajlott. Szinte végig kísérje a legkisebbtől a legidősebbig, és hát a zsűribe tulajdonképpen Kókarózáliát, hála jó Istennek, vállalta, eljön, ő mint a zsűri elnöke, Fábián Évi népdalénekes, ugye, aki megint csak most már nem először vesz részt ezeken a programjainkkal, Nyitrai Marian, ő az első alkalom, hogy ugyanúgy el tudott jönni, illetve vállalta, Sebestyén István is hasonlóan. És akkor vannak Csögreiné, ugye, aki hiszen mindenhova úgy próbáltuk párosítani, hogy csoportonként egy-egy pár legyen. Úgy gondolom, hogy biztatni mindenképpen kell, hiszen mindenki hozza azt az értéket, amelyet a felkészítő tanára, és itt meg szeretném köszönni külön a felkészítő tanárokat, hogy vállalták és segítik évről évre a gyerekeket erre a versenyre. Kókarózália tavaly ünnepelte, nem tudom, hölgyeknél illik-e mondani, de hát mindenképpen ugye 80 éves születésnapját, amelyet szeretnénk most lehetőséget ugye felhasználni arra, hogy őt is köszöntjük, valamint Lőrincz Gergely bácsit, aki 90 éves volt tavaly, és hát itt elmaradt ugye a köszöntése itt a vírus meg egyebek miatt, úgyhogy most őt is meglepjük, hiszen nem tud róla. Hallod-e, édes feleségem, süssél csak nekem vagy egy kicsi pánkot? Hát ugyan mi a nyavajából sütnék ennek pánkót, mikor egy szál fa sincs, hogy tüzet gyújtsak az espárba. Még kicsikét fűtőzni se tudunk. No, hadd el, majd én hozok. Na, ugyes lett, a szegény ember fogta a fészit, s eles ment az erdőre. Az elmúlt időszakban kicsit elfeledett rajzpályázatot ismét meghirdették a mesemondó versennyel együtt.
4 korcsoportot hirdettünk meg azért, mert a vizuális kultúrának a fejlődése a kisgyermekkorban az egészen másképp változik. Tehát így az első, másodikosok, a harmadik, negyedikesek, negyedik, ötödikesek és az a fölötti korosztály, tehát 4 korosztály volt az, akit megcéloztunk ezzel a versennyel. Ezzel vigyázva arra, hogy ne versenyeztessünk olyan gyerekeket, akik a fejlődés másik fokán állnak. Viszont mindenhol érvényesüljön a fő célunk, hogy a mese által és a rajzolás által azok a gyerekek is megmozduljanak, akik nem szeretnek táncolni, nem szeretnek színpadra állni, nem szeretnek mesélni, de nem közönség előtt. Szóval nekik is legyen lehetőségük arra, hogy a bukovéni kultúráról való ismereteiket, illetve az ahhoz való közeledésüket tudjuk segíteni. Megvallom őszintén, ez nekem azért is volt fontos, mert én nem énekelek, nem táncolok, viszont a vizuális kultúra, mivel hogy ugye iparművész vagyok, ez nagyon-nagyon fontos számomra, és nagyon fontos számomra a bukovinai kultúra is. Nekem megadott ez a lehetőség, hogy ezen az úton is kiteljesedhessek. Nagyon szeretném, hogyha másoknak is, és a gyerekeknek is meglenne ez a fejlődési útjuk, és ezt kellene segíteni. Valamikor még Höflernék Elemen Emma idejében, még én voltam a zsűri azoknak a rajzversenyeknek, amiket az Emma néni rendezett, és valahogy elfelejtődött az egész dolog, és valamikor az év elején a tanai guzorán annak kérdezte tőlem, hogy és rajzversenyt nem csináltok? Te jó ég, így elfelejteni ezt a csodálatos dolgot, ami végül is annyira fontos nekem. Ezért meghirdettük, felelvenítettük, és 130 gyermek adta be a rajzokat, tehát rendkívül sikeres. Érdemes megnézni a kiállítást, április 20-áig nyitva lesz, előzetes bejelentése itt a Székelyházban megtekinthető. És nagyon érdekes, mert emeletes kiállítás van. A háttérben a falon a Lőrinc Gergely bácsi amatőr festő bukovinai témájú képei láthatók, és előtte gyerekméretű paravánon pedig a gyerekeknek a csodálatos, érdekes, változatos, színes rajzocskái. A megkötés az alkotások tekintetében annyi volt, hogy a bukovinai székely meséket vegyék alapul a rajzeszközöket ragadó gyerekek. A Márika néninek a meséi, az első 3 kötet a Sebestyén Ádámnak a gyűjtéséből, azokból kellett mesélniük, és akkor ezt jelöltük meg mi is, hogy nekem az összes kötetet végigböngészni annak a tanárnak, aki segíti őket. És itt meg kell ragadjam az alkalmat arra, hogy nagyon-nagyon hálásan megköszönjem azoknak a felkészítőknek, a pedagógusoknak, szülőknek és az egyesületeknek, akik bíztatták a gyerekeket a rajzolásra, és be is küldték a rajzokat. Volt olyan gyermek, aki egész képregényt rajzolt egy meséről, volt, aki egy mesének a több mozzanatát rajzolta meg. A mesékben van humor, van szépség, van szomorúság és van öröm, és mindegyiken látszik a gyermekeknek a vizuális kifejezésének a hatalmas őszintesége. Úgyhogy gyönyörűek, érdemes megnézni a rajzokat.